osztálykány képviselőtársamnak mondanám, nem akarok részletekbe belemenni, hogy mivel ad többet. Próbáljon egy picit elvonatkoztatni attól, hogy ez ön elleni, vagy bármilyen etnikum elleni jobbikos támadás, és gondolja végig még egyszer, hány olyan háztartás van, és akkor igen, én mondom, hány olyan cigány háztartás van Magyarországon, és csak az én megyémben, és csak az én községemben és környezetében, ahol nincs fűtés, nincs villany, alkoholista szülők, nincsenek meleg víz, és az a szerencsétlen gyermek, nem egy, több, aki megszületik abba a családba, teljesen esélytelen, már az óvodában, már az iskolában óriási szellemi, lelki, mindenféle károk érik, csak a saját környezetében. És ha ezt végig gondolja, és gondolom, azzal nem vitatkozik, hogy ilyen sajnos létezik, és nagyon sok létezik, akkor most tegye föl még egyszer a kérdést, hogy egy bentlakásos iskola mivel ad többet? Például megteremti azokat a feltételeket, fizikális, morális, mindenféle értelemben, hogy ez a gyermek normális oktatáshoz jusson, szakmát, végzettséget szerezzen, és beilleszkedjen a normális társadalmi életben felnőtt korára. Ennyi a lényege, semmi több. Nem arról szól, hogy mi minden cigány gyermeket ki akarunk venni a családjából. Pont arról beszélünk, hogy vannak olyan körülmények, ami egyszerűen tarthatatlan és generálja, konzerválja, hogy az a gyerek ugyanolyan lesz, mint a szüleje, és esélytelen lesz arra, hogy normális életet éljen. Cáfolja ezt meg, hogyha nem hiszi, hogy ebből a környezetből mivel teszünk jót, hogyha ott hagyjuk, és segélyezzük a szülőket, ami garantáltan megy a kocsmába, uzsorára, stb. Vagy arra, persze, ezt is a Jobbik találta ki, és nyilván a Jobbik hibája, ugye mi uzsorázunk rendszeresen. Vagy azzal, hogyha azt a gyermeket kiemeljük onnan és megmentjük. Köszönöm szépen. Köszönöm.